A bőr története igencsak komoly múltra tekinthet vissza. Már az őskorban is létezett, amikor az emberek tartósítás céljából zsiradékkal vonták be. A bőr rendkívül tartós anyag, szóval nem árt, ha odafigyelünk rá. A bőr eredendően a leölt tehenek irhája. Cserzés nélkül kiszárad, tehát a bőrkészítés amolyan újrahasznosításnak is tekinthető. Először is félbe kell vágni. Az állat irháját egy fűrészbakra terítik, és beleütik az azonosítási számot, majd középen ketté vágják. Így sokkal könnyebb megmunkálni. A félbevágott darabokat beteszik ebbe a keverőgépbe, hogy leszedjék a szőrt. A gépbe vizet töltenek, amihez meszet és nátrium-szulfátot adnak. A vegyi folyamat következtében lejön róluk az összes szőr. Ezután következik a cserzés, ami azt jelenti, hogy cserzősavban áztatják a bőröket. A műveletet fahordókban végzik. A bennük elhelyezett peckek megakadályozzák, hogy a darabok összegabajodjanak. A krómtartalmú savak kék színűvé változtatják az anyagot, mert ez a sav megköti a bőr kollagén rostjait. Az írha átalakult bőrré. Ezután a hasítógép vékonyabb rétegekre vágja fel a bőrt. A gép megszabadítja a felhámtól és a hájrétegtől. A húzós hasíték sem egy kárba, abból készül a hasított bőr. Egy speciális műszerrel megmérik a vastagságát, hogy mindenhol egyforma legyen. Következik a második cserzési folyamat, de ezúttal valamilyen növényi származékot vagy fakérget használnak. Egy bizonyos vegyi anyagot is adnak hozzá, amitől a bőr vízálló lesz. Ezúttal barnás színezetet kap, és sokkal lágyabb tapintású lesz. A félig kikészített bőrök egy keményítő oldalba kerülnek. Ez az anyag lehetővé teszi, hogy hatalmas üveglapokra feszítsék fel a darabokat, amelyeket szintén keményítővel vontak be. Az eljárás során szépen kisimul és megszárad. Az üveglapos szárítás megakadályozza a zsugorodást, és a bőr szélesen fog felkunkorodni. Négy óra elteltével a bőr megszárad, és könnyedén le lehet szedni az üveglapról. Egy forgófejes festékszórógép a kívánt árnyalatra festi a bőrt. Ezután következik a bedörzsölés. Egy üveghenger többször is végig gurul rajta, és a dörzsölés hatására az anyag kifényesedik. Ez egy rendkívül erős üveghenger, ami gyakorlatilag bármeddig képes folytatni a műveletet. Végül egy meleg henger kisimítja a gyűrődéseket. Ezzel véget is ért a bőrgyártás folyamata. Sokféle árucikk készülhet belőle, amelyek híven tükrözik az eredetét.